Itt Mária Pulcson alapították a Szent Lukács görögkatolikus szeretetszolgálatot még 2010-ben, azzal a céllal, hogy két nagyágban, a szociális tevékenységekben és a gyermekvédelemben nyújtson hatékony segítséget. A szolgálat pártfogójának Szent Lukácsot, orvos ikonfestőt választották. A közeljövőben további 6-8 intézmény fenntartásának átvételét tervezik. Főként Szabolcs-Szatmár-Berek megyében és Hajdú-Bihar megyében voltak otthonaink, intézményeink, és természetesen Borsodban a Miskolci Egyházmegye vezetése alatt. És a kormány szándéka is ez, hogy újabb és újabb otthonokat, szociális intézményeket szeretne az egyházra rábízni, ezzel mi elég erősen együttműködünk. Nem vagyunk mohók egyáltalán, tehát amikor arról van szó, hogy valamilyen intézményt átvegyünk, akkor hát nagyon fontos az ottaniaknak az együttműködése, és mindig az a célunk, hogy az keresztényé tudjuk tenni, az Isten országának egy földi megjelenítésévé tudjuk tenni. Jelenleg 10 településen 10 intézmény fenntartása tartozik a feladataik közé, közölte Ungvári Sándor, a szeretetszolgálat igazgatója a Mária Pulcsi konferencián. Ezek között gyermekvédelmi központok, idősek otthona és családok átmeneti otthona is működik. Legnagyobb eredményüknek a nyírszülősi leányotthon létrehozását véli az intézményvezető, ahol már 16 gyermek született. A szakmai ismeretek az indulásnál hiányosak voltak, viszont olyan helyeken vállalták a feladatokat, ahol nagy volt a szükség, tette hozzá Ungvári Sándor. Fülöp atya megalapította a szeretetszolgálatot azzal a célnal, hogy az egyháznak karitatív és szociális feladatait koordinálja. Ez akkor nem belül ki másban, mint az egyházközségi házi segítségnyújtó szolgálatok koordinálása, beindítás segítése és ugye a működésének a támogatása. Az alapítás követő 3 éven belül 10 intézmény fenntartója lettünk, és azóta is végeztük a fenntartói feladatainkat. Nagy bátorsággal, de nem vakmerőséggel vállaltuk ezeket a feladatokat. A Mária Pulcsi konferencián Bódi Éva, az ELMI főosztályvezetője ismertette a szociális ellátórendszer átalakítását és a gyermekvédelmi törvénymódosító csomagot. Előbbi egyik főbb témája a támogatott lakhatás könnyebb elérhetősége, tette hozzá. Egy másik kiemelkedő pont azokat a hajléktalanokat érintheti majd, akiknek csak lakhatási ellátás szükséges. Szociális segítségnyújtás viszont nem, így akár külső férőhelyeken is elszállásolhatják őket. A gyermekvédelmi törvénymódosításban 2 pillér változhat. Az egyik, hogy az eddig 2 szintű gyermekvédelmi jelzőrendszer 4 szintűvé válik, és a megyei kormányhivatalok is belekapcsolódnak a jelzőrendszeri munkába, illetve országos szinten a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal majd későbbiekben januárjától fölváltja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, akik már most is ugye a módszertani hírleveleket, protokollokat kiadták. A másik nagy téma az pedig hasonló a hajléktalanok átmeneti otthonainál elhangzott lakhatási külső férőhely szolgáltatásnál, ez a családok átmeneti otthonainál is megjelenítjük ezt a szolgáltatási formát, amikor a családok már külső férőhelyen lakásban lehetnek. Ez 2018. január 1-től lép életbe. A Mária Pulcsi konferencián elhangzott, a szakmai munkán túl a szociális segítségnyújtás fontos tevékenysége a különböző programok szervezése az ellátottak és a dolgozók között.